Bakó Tamás a belgrádi Magyar Nagykövetség keretén belül működő magyar külgazdasági iroda vezetője köszöntötte a résztvevőket a Magyar Nemzeti Kereskedőház és a Vajdasági Agráregyesületek Szövetsége szervezésében megtartott konferencián. Kiemelte, folyamatosan javul Szerbia és Magyarország gazdasági kapcsolata. Magyarországi vállalkozásnak tudott segíteni. A magyarországi mezőgazdasági gépek is teret nyerhetnek a vajdasági piacon a Prosperitáti Alapítvány pályázatainak köszönve, emelte ki Skapinyác Péter, a Magyar Nemzeti Kereskedőház Közép-Európai Kereskedelemfejlesztési Hálózat Kft. Ügyvezetője. A magyarok által lakott területeknek a legnagyobb termelékenységű ágazata a mezőgazdaság. Ebben szeretnénk mi a Nemzeti Kereskedőház egy olyan egységes lehetőséget nyújtani a határon túli magyarságnak és a Magyarország magyarságnak, amivel az itt megtermelt nagyon jó minőségű, jelentős mennyiségű mezőgazdasági terméket világpiacon, illetve egymás piacain is értékesíteni tudjuk. Fremond Árpád, a VMS köztársasági parlamenti képviselője kiemelte, a tartományi és a köztársasági mezőgazdasági pályázatok is egyre több lehetőséget nyújtanak a termelőknek, amely kiegészülve a Prosperitáti Alapítvány pályázataival jelentős segítség a gazdaságok fejlesztésében. Az aszálykárral kapcsolatban kiemelte, az állam már tárgyal a bankokkal a termelők hitel visszafizetési halasztásáról. Amiben még véleményem szerint az állam tudna segíteni, az egyrészt az illetékek és a különböző adóknak a leírása, lecsapolás illeték és más egyebek, valamint nagyon fontos volna az, hogy az árutartalékokból akár takarmány, akár repróanyag, vagy akár üzemanyag tekintetében a következő termelési évben segítsen előre a mezőgazdasági minisztérium, illetve a kormány amennyire tud. Erre volt már példa az elmúlt években, hiszem azt, hogy most is olyan csomagot fog összeállítani a minisztérium és maga a titkárság is, tehát országos szinten egy olyan csomag lesz, amivel tudnak majd élni a termelők, is segítik nekik átvészelni ezt az évet. A Prosperitáti Alapítvány gépkiállításán elégedetten mutatták be a gazdák az új munkagépeiket, kapcsolható eszközeiket. Ez egy sokkal nagyobb gép, dupla akkora területen tud munkát végezni egy menetbe, gondolom egy irányba számítva. A hatásfoka az 3-4-szerese a régi gépnek. Jelenleg 10 milliárd forint, azaz mintegy 34 millió eurónyi kiutalásnál tartanak a Prosperitáti Alapítvány pályázatai. További 5 milliárdnyi támogatásra van szerződés kötve, és az új pályázatok kiírása is megtörtént, emelte ki Juhász Bálint, a Prosperitáti Alapítvány ügyvezetője. Konkrétan, ha Tapolyán vagyunk, akkor el lehet mondani, hogy 641 sikeres pályázat van itt az önkormányzat területén, és 475 millió támogatás érkezett ebbe a vajdasági zömében magyarok lakta közegbe, ami azt gondolom, hogy ebben a közösségnek fontos, és ha az egész képet nézzük, akkor jelentősen hozzájárul a sikerekhez. A Prosperitáti Alapítvány jelenlegi kiírásaira november 30-áig lehet jelentkezni. A pályázatok részleteit lakossági fórumokon is ismertetik.